Van ennek a filmnek egy személyes indítatása. Mindkét nagymamám esetében végigéltem ezt, hogy láttam azt, hogy mennyire nincs egy kialakult válasz erre a szituációra. Ahogy készítettük ezt a filmet és beszélgettünk emberekkel, stábtagokkal vagy barátokkal, akkor szinte mindig az a visszajelzés volt, hogy Úristen, ezt én is átéltem, vagy valami nagyon hasonlót én is tapasztaltam a családomban. Nem hiszem, hogy azt állítjuk ezzel a filmmel, hogy mi tudjuk a megoldást erre. Inkább azt érezzük fontosnak, hogy erről beszéljünk többet, és ezzel foglalkozzunk többet. Nagyon bízom abban, hogy ez a film elindít egy diskurzust, egy beszélgetést arról, hogy mi lenne a legmegfelelőbb az időseknek, és hogyan kellene ezeket a szituációkat jól kezelni. Mert ez tényleg egy olyan helyzet, amivel az ember előbb-utóbb találkozni fog. Én emellett azt is remélem, hogy az emberek sokat fognak nevetni ezen a filmen. Mert ezt az elejétől fogva nagyon fontosnak tartottuk a Zsanival, hogy ez vicces is legyen ez a film. És úgy legyen vicces, hogy sosem nevetünk ki senkit a filmben.